Az elmúlt évben egy új hagyományt indított útjára az önkormányzat, mikor úgy döntött, a Városháza falai közt köszönti az érettségre készülő diákokat. A megjelent tanulókat Dombi Imréné polgármester köszöntötte. Az Árpád utcai óvodások műsorral kedveskedtek a ballagó diákoknak. Elérkeztetek az életeteknek egy nagyon fontos szakaszának a végére. A középiskolás éveknek péntektől a ballagással vége lesz, utána még egy nagyon nagy munka vár rátok, hiszen érettségiztek, elkezdődnek a vizsgák, de mégiscsak a vizsgák után kiléptek a nagybetűs életbe, amikor már azok az osztályfőnökök, azok a pedagógusok, akik nap mint nap ott voltak veletek, ha valami problémátok volt, tudott nektek segíteni, mindig tudtatok fordulni hozzájuk Erzsike nénihez is. És azt gondolom, hogy az az élet, ami szeptembertől vár rátok, az egy teljesen másfajta dolog lesz. Szép lesz, de az rajtatok múlik, hogy milyen lesz. Dolgozni kell nagyon keményen, dolgozni kell a sikerekért, tanulni kell, fejleszteni kell magatokat, és azt gondolom, hogy ez a mai délelőtt, ez a néhány perc, amit itt töltetek az önkormányzatnál, ez legyen számotokra egy olyan útra való, amelyet elvisztek magatokkal, hiszen Püspökladány városa büszke az elért eredményetekre, büszkék vagyunk rátok azért, hogy elértétek azt a célt, amelyet megfogalmaztatok magatoknak, és a jövőben pedig sok sikert szeretnénk kívánni Püspökladány város minden lakója nevében, hogy az álmaitokat be tudjátok teljesíteni. Ajszaj, kondica bukán, gyorsan szállj, elmúlik a gyár. Keresed szint virágot, ott lesz a szép szállásod. Szállj, kondica bukán. Katalinka szája, jönnek a törökök, sós kurba tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek, mikor jönnek a törökök, mindjárt agyon lőnek. Katalinka szája, jöttelünk az örök, sós kurba tesznek, onnan is kivesznek. A köszöntő után emléklapot adtak át a tanulóknak, az óvodások pedig egy szeretetüzenettel készültek nekik, melyet híres magyar költőktől származó idézetekből állítottak össze. A szeretetüzenetet pedig innen tudod elvenni. Asztalos Gellért. Sok sikert. Köszönöm szépen. Balogh Attila. Gratulálok, Attila, sok sikert kívánok. Fogad sok szeretettel. A tavalyi évben vezette be az önkormányzatunk azt, amikor elhívjuk ide a tanácsterembe azokat a ballagó diákokat, akik leérettségiznek, és utána pedig elkerülnek a településünkről, tovább tanulnak, és nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy egy délelőtt keretében töltsünk együtt néhány órát, beszélgessünk, milyen feladatok állnak előttük, és a várossal együtt emlékezzünk meg erről a nagyon szép eseményről, hiszen ez a város életében is egy nagyon fontos időpont, mert tudniuk kell a fiataloknak azt, hogy várjuk vissza őket. Maga az oklevél, amit az önkormányzatot adott át a fiataloknak, abban az van, hogy számítunk rájuk, és bízunk benne, hogy a céljaikat elérik, és a célok elérése után pedig visszajönnek ide a településünkre, hogy
együtt tegyük még élhetőbbé ezt a gyönyörű várost. A gyerekek, amit átadtak, szeretett üzenetet, azon pedig gyönyörű idézetek vannak, és bízom benne, hogy eltalálta lelküket. Polgármester asszony meghívására jöttünk, a tanulók kaptak egy-egy kis oklevelet, a város köszöntötte őket a végzésük alkalmával. Azaz, hogy a 4 évük megvan, mert még az érettségi az nincs meg. Informatika gépész szakosak, hát informatika az egyik fele, másik része pedig gépész szakos. Én nagyon remélem, hogy a végzésük pozitív lesz, tehát jól zárunk, tehát jól fognak érettségizni, és azt is remélem, hogy találnak munkahelyet. Milyen az osztályközösség? Nagyon jó, meg nagyon aranyos társaság. 4 lány van, a többi fiú, de kis összetartó társaság. Sokat voltunk kirándulni, több napos kiránduláson is, üzemet látogatni. Tehát éltük az osztályközösség életét, velük együtt én is. Engem nagyon meglepett, mert úgy tudom, hogy nem volt még ez hagyomány, és most így, hogy hagyomány lett, hogy a végzős diákokat megvendégeljék, most így meglepően ér, de nagyon örülök neki, hogy ez így meg lett rendezve. Pár nap is kezdődnek az érettségig. Meg van, melyre tanultok tovább? Hát én Debrecenbe szeretnék menni, felsőoktatási szakképzésre. Ez az elsődleges célom. B-tervnek is van egy, hogy ide jövök Püspökladányba a szakképzésre. Majd utána meglátjuk, hogy mi fog sikerülni. Én rendvédelmére szeretnék menni, Miskolcra, már most majd pótfelvételizni, mert nem jött össze, mert Pesten jelentkeztem, de viszont ha nem jön így össze, akkor maradok Ladányba. A búcsúztatóra természetesen mind a 12 ballagó osztály meghívást kapott, melynek boldogan tettek eleget. A végzősök pénteken, azaz április 29-én a ballagáson búcsúztak a gondtalan középiskolás évektől. Délelőtt a hagyományosan vicces bolondballagáson, délután a komolyabb formális iskolai ünnepségen vettek részt. Majd hétfőn kezdetét vette az érettségi.